telítettek a melegedők és a szállók. Több mint 100%-os kihasználtsággal működnek Nyíregyházán a hajléktalan ellátó intézmények. Hóeltakarítás. 600 km belvárosi és külterületi főútvonalat takarít meg a hótól a Nyírvévé Nonprofit Kft. Síbiztosítás. Akár milliókat is spórolhatnak vele a téli sport kedvelői egy külföldi baleset esetén. Több mint 100%-os kihasználtsággal működnek Nyíregyházán a hajléktalan ellátó intézmények. Nagy Judit kiemelte, ennek ellenére senkit sem fognak visszautasítani a szállókon kapacitás hiány miatt. A hajléktalanokat érintő október 15-i rendelkezés óta folyamatosan növekedett a hajléktalan ellátásban résztvevők száma, de sokan vannak, akik kiestek a szervezetek látóköréből. A lakosság leginkább téli ruhaneműkkel tud segíteni a rászorulókon. Teljes kihasználtsággal működik minden nap az oltalom szeretett szolgálat nappali melegedője. Itt napközben 180 adag meleg ételt is kiosztanak a rászorulóknak. Napok óta a fagypont alatti hőmérséklet a jellemző, ennek is köszönhető, hogy többen veszik igénybe a hajléktalan ellátást, azonban ez nem csak a téli időszakot jellemzi. Igazából nem most a hideg idő miatt változott, hanem ez nekünk már október 15-től folyamatosan látszik, hogy nő az ellátotti létszámunk. Ez elsősorban nem a mi településünkről bejött utcás hajléktalanok miatt van így, hanem a kisebb településekről, ahol nem megoldott a hajléktalanellátás, onnan húzódnak be ugye mi intézményünkbe, hiszen az egész megyében egyedül nálunk van ilyen komplexen hajléktalanellátás, és ezért kénytelenek ide jönni és itt igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. Úgyhogy jelenleg a 100 férőhelyünkön, például az éjjel menedékhelyen 138-an éjszakáztak bent, ami már azt jelenti, hogy a hely adta sajátosságok miatt 121 ágyat tudunk elhelyezni, tehát most már innentől kezdve mindenki matracokon, folyosón, lakóterek előterében és ilyen helyeken alszik. Másút már nem tud nekik helyet biztosítani, de utcán nem hagyunk senkit. A közterületen életvitelszerű lakhatást jogellenessé nyilvánító októberi rendelkezés hatályba lépése óta ugyan érezhető mértékben nőtt a hajléktalan szállók igénybevétele, azonban így is sokan maradnak az utcán. Ők gyakran kikerülnek a szociális intézmények, valamint utcai szolgálatok látószögéből, és olyan helyre szorulnak, ahol nehezebb elérni őket. Amennyiben az utcán találnak úgy hajléktalant, akivel mondjuk tudnak kommunikálni, akkor egyrészt megkérhetik rá, és elmondhatják nekik, hogy a Bokréta utcán található éli meredékhely oda elmehetnek, lehet nekik segíteni, mert sajnos nem csak nyíregyháziak vannak itt most Nyíregyházán az utcán, hanem más településekről behozták őket, és nincs helyismeretük. Lehet nekik segíteni azzal, hogy elmagyarázni, hogy hogyan jutnak el oda. Illetve, hogyha olyat találnak, akkor vagy a periféria szolgálatnak, periféria egyesületnek szólni, az utcai szolgálatnak, vagy rendőrt értesíteni, és a rendőröknek is megvan erre az október 15-ös törvény ugye óta a protokolljuk, hogy hogyan kell akkor innentől kezdve hajléktalan személlyel eljárni. Nagy Judit azt is kiemelte, téli ruhaneműkből és cipőkből folyamatos hiánnyal küszködnek. Mint mondta, ezért aki teheti, azzal is nagy segítséget nyújthat, ha használható ruhadarabokkal támogatja a különböző hajléktalan ellátó intézményeket és egyesületeket. Elindult az idei ESZIA rendszer, így már minden aktuális bevallási információ elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján. Akik maguk készítik el a bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot is, ami a magyarország.hu-n, valamint a NAV ESZIA oldalán, az esia.nav.gov.hu oldalon érhető el. Az elkészített bevallások elektronikusan is beküldhetők az ügyfélkapun át. A NAV ebben az évben még több adózónak, a magánszemélyeken túl már az egyéni vállalkozásoknak is készít adóbevallási tervezetet a mezőgazdasági őstermelőkhöz és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyekhez hasonlóan, írja hiradó.hu. Nekik azonban az adott tevékenységből származó jövedelemmel, illetve az adóhatósági nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal ki kell egészíteniük a tervezetet a beküldés előtt. Az ESZIA bevallási és befizetési határidő egységesen valamennyi adózóra vonatkozóan 2019. május 20-a hívta fel a figyelmet az adóhatóság.
Közel 600 kilométernyi útszakasz tartozik a nyírvévé hatáskörébe, amelyben hóeltakarítási munkákat kell végezniük. Ehhez, ha szükséges, akár 100 szakembert is munkába tudnak állítani, akik 5 nagy vezérgépet és 14 kisgépet irányítanak 24 órás váltott műszakban. Az elsődleges feladat a közlekedés biztonságossá tétele, a hó teljes eltakarítása csak másodlagos. Ahogy elkezd havazni, a nyírvévé azonnal megkezdi a hóeltakarítási munkálatokat Nyíregyháza útjain. 24 órás váltott műszakban állnak készenlétben a dolgozók annak érdekében, hogy minél hamarabb járhatóak legyenek a társasághoz tartozó utak. A nagykörút, illetve a bevezető főutak kivételével az összes nyíregyházi tömegközlekedési út, gyűjtőutak, szervizutak, ezeken végezzük el, nyilván a forgalomnak megfelelően sorba rendezve az utakat. Nagyon fontos, hogy a tömegközlekedés az folyamatosan tudjon működni, és ezt követően az alsóbrendű kisebb forgalmi utak következnek, legvégül pedig a főutak zárják a sort. A szűkebb belvárosi, illetve a külső városrészek fontosabb, forgalmas, burkolt útvonalai közel 600 km hosszú takarításra váró utat jelentenek a társaság munkatársai számára. 5 nagy vezérgépünk van, ők teljesítik gyakorlatilag ezt a kilométer távolságot. Ez azt jelenti, hogy ha tolólapoznunk is kell, szórnunk folyamatosan, akkor egy ilyen teljes kör, ez kb. 16-18 munkaórát vesz igénybe. Ezen kívül nyilván vannak kisgépeink, 14 kisgépünk vesz részt folyamatosan ebben a munkában. A kézi erő az változó, attól függően, hogy milyen helyzet alakul ki, de itt is egy 30-60 főt tudunk bevonni, de ha szükség van rá, akkor 90-100 ember is kint dolgozik a területeken. Nyilván az a célunk, hogy a közlekedés biztonságossá tegyük. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy a közlekedés biztosítása az elsődleges, és a hó teljes eltakarítása az már egy másodlagos szempont. Hiszen hóesésben téli időjárási körülmények között is lehet közlekedni az utakon. Ha az elmúlt hétvégéhez hasonlóan folyamatosan esik a hó, akkor nem lehet két fordulóval letakarítani az utakat. Ilyen esetben akár négyszer is végig kell járni egy-egy útszakaszt. Addig nincs vége a munkálatoknak, amíg az utolsó úton el nem takarították a havat. Reggel 7 és 9, délután pedig 3 és 6 óra között csak lépésben lehet haladni a városban. Ez megnehezíti a nyírvévé munkáját is, ezért igyekeznek a csúcsidőn kívüli időpontokban elvégezni a hóeltakarítási munkálatokat. Ehhez kérik a városlakók türelmét, valamint azt, hogy nagyobb figyelemmel, körültekintően vezessenek és hosszabb menetidővel számoljanak. Már egy 4-5 ezer forintos síbiztosítással is milliókat lehet spórolni egy külföldi baleset esetén. A téli sportoknak töretlen a népszerűsége hazánkban is. Évről évre egyre többen utaznak külföldre síelni vagy snowboardozni. A téli sportok kiemelten veszélyesnek számítanak, ezért nem érdemes biztosítás nélkül elindulni. Azt is fontos tudni, hogy a biztosító ittas állapotban történt sérülések után nem fizet. Gyönyörű tájak, friss hegyi levegő. A téli sportok kedvelői néhány helyszínen hazánkban is hódolhatnak hobbijuknak. De leginkább Szlovákiába, Ausztriába és Olaszországba utaznak a hideg hónapokban. A síparadicsomok a kikapcsolódás és sportolás mellett számos veszélyt is jelentenek. A síelők jóval óvatosabbak, mint az átlagos utazók, sokkal nagyobb arányban kötnek biztosítást. Azonban sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy egy-egy biztosítás milyen költségeket fedez, vagy hogy egyáltalán milyen lehetőségeket kínálnak a biztosítók. Többek között erről is beszélt Pavlovics Gergely túravezető 35 perc című műsorunkban. A sport, ahogy említettem, kiemelt kockázattal jár, és ehhez dolgozták ki azokat a dolgokat. A hegyről való mentést, hogy benne legyen, a hazaszállítást esetlegesen, ha meg kell oldani, ha sérül, ruházat, sportfelszerelés, minden olyan dolog benne foglaltatik. A felelősségbiztosítás, hogyha esetleg nem nekem jön valaki, hanem én okozok kárt másnak, ennek is vannak szabályzatai, és erre van kimondottan kidolgozok ezek a simix biztosítások, ami úgy érzem, hogy befedez egy ilyen egyhetes túrát.
Csak egy helikopteres mentés Ausztriában például 1,5 millió forint. Ez még csak annyit takar, hogy leszállítanak valakit a hegyről, kórházi kezelés még nincs benne. Olaszországban például a síbérlet árában benne van az is, hogy leszállítják a sérültet a hegyről, majd a hegy lábától él az utas saját biztosítása. Egy baleset során a kórházi számla is hatalmas összeg lehet. Egy műtét után akár 4000 eurós csekket is kaphat a sérült. Ezeket a kiadásokat azonban fedezheti egy jól kiválasztott biztosítás. Ennek a síbiztosításnak is 3 fokozata van. Az alap a Simix és illetve az extra szolgáltatások, 3 mérvű. Magától értetődően a legmagasabb nyújtja a legnagyobb szolgáltatást. Ez lehet személyenként egy hétre 4000 forinttól 7-8000 forintig. Hát ez azt hiszem olyan összeg, hogy ez... Azzal, amit nyújtani tud. Igen. Kinek melyiket érdemes választani? Hát én úgy szoktam a síelvényemet kérni, hogyha nem velem kötnek, hogy azért egy jó középmérvű biztosítást kössenek. Vannak kiegészítő kötési lehetőségek is. Ilyen például az elektronikai felszerelés, mint például a laptop vagy a fényképező biztosítása. De ha az autó nem bírja a hideget és meghibásodik, egy extra szolgáltatásnak köszönhetően ezt is fedezheti a biztosítótársaság. Bár néhány pohár forralt bor felmelegítheti a síelőket a hidegben, mégsem érdemes kockáztatni. Ittas baleset okozóknak ugyanis nem fizet a biztosító. Január 7-e és január 19-e között karácsonyfagyűjtő akciót szervez az Észak-Alföldi Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Az akció 2 hete alatt minden egyes beszállított karácsonyfáért sorsjegyet kapnak a résztvevők, amivel sorsoláson vesznek részt, és értékes ajándékokat nyerhetnek. Hosszú évek óta hagyomány az Észak-Alföldi Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-nél, hogy Nyíregyháza önkormányzatával együttműködve karácsonyfagyűjtő akciót szervez. A legtöbb családban hagyományosan vízkeresztkor, vagyis január 6-án leszedik a díszeket a karácsonyfáról, a lecsupaszított, vágott élőfenyőktől pedig megszabadulnak. Ezt Nyíregyházán 3 féleképpen tehetik meg. Családi házasövezetekben a hulladékgyűjtő edény mellé járatnapon ki kell helyezni, és a társaságunk be fogja gyűjteni. Lakótelepi övezetekben az arra kijelölt helyeken, már tapasztalatból kijelölt helyeken, az évek során általában tudják már a lakók, hogy hová gyűjtjük a karácsonyfát, és onnan szintén szervezetten kerül beszállításra. Örökös földön például a kukák mellé tehetik le a település részlakói a fenyőfákat. Tavasszal ide a lomtalanításra szánt tárgyakat szokták kitenni, januárban pedig a már nem kellő fenyőfákat. A gyűjtőakció keretein belül azonban lehetőség van arra is, hogy a lakók egyenesen a hulladékudvarba vigyék a kidobásra ítélt fákat. Ez esetben minden beszállított fenyőért sorsjegy jár. Az akció hétfőn kezdődött, ekkor annyian éltek a lehetőséggel, hogy 2 konténer teljesen megtelt. Ebbe például 130 fát préseltek bele. Tesszük ezt azért is, hogy a rendezetlen gyűjtés, a városi közterületre rendezetlenül kihelyezett karácsonyfák ne rombolják a városképet, a város tisztasági összképét, hanem mégis szervezett formában kerüljön begyűjtésre, valamint ezek a fák a begyűjtés után aprításra és termikus hasznosításra kerülnek. A karácsonyfagyűjtő akció január 19-éig tart, ekkor sorsolják ki a nyereményeket. Az akcióhoz csatlakozott a Nyírvévé Nonprofit Kft. Is, akik a legtöbb fát beszállító lakos fogják megjutalmazni. Hétfőn elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese pénteken az egyiptomi Hurgadába utazik, ahol 2 felkészülési meccset játszik az egyhetes edzőtábor alatt. A tavaszi rajton február 2-án Szombathelyen lép majd pályára a kisvárda.
A szokásos súly és testzsír százalék mérést követően 22 kisvárdai játékos vágott neki az év első edzésének a műfüves csarnokban. A nyári játékos mozgáshoz képest kevés változás várható a téli átigazolási időszakban. Az biztos, hogy Temur, Pászvánia és Vuk Mitosev is máshogy folytatja pályafutását, és a sérülés után lévő Jánvári Gábort több játék lehetőség reményében kölcsön vagy eladná a klub vezetése. Mint Révész Attila sportigazgató elmondta, 106 játékos néztek meg, közülük szeretnék kiválasztani azt a 2-3 futballistát, akik tavasszal segítségére lehetnek a csapatnak. A mai nap érkezik már hozzánk egy görög játékos a középpályára, Stavros Tsoukalas. Őt természetesen a héten ellenőrizzük, nézzük, orvosi vizsgálatnak és teszteknek vetjük alá. Aztán van 2 játékos, aki romániai válogatott. Az ő igazolásuk az egy picit nehézkesebbnek tűnik, mivel nagyon sok kérőjük van. Bízom benne, hogy 2 közül az egyiket sikerül majd idehoznunk, jelenleg is aktív válogatottról beszélünk. A többi játékos, akiket megnéztünk, ilyen közeli állapotban nem került velünk. Informális megbeszélések voltak, illetve a menedzserékkel, akár a játékosnak a szüleivel is sikerült ugyan telefonon beszélni, megnézni a mérkőzéseiket, de olyan szintre, hogy esetleg eljönnek ide orvosi vizsgálatra nem jutottunk el. Dajka László vezetőedző szerint a felkészülési időszak rövidsége miatt jelentős változásokat nem terveznek, inkább az ősszel jól működő elemeket szeretnék tovább csiszolni. Különösebben nagy szerkezeti váltásra nem készülünk. Meglátjuk, én úgy gondolom, hogy mivel tavaly többször is elmondtam, hogy a legkevésbé összeszokott társaság mi vagyunk, ebben léptünk előre, úgy gondolom, hogy taktikailag is léptünk előre, és itt az utolsó mérkőzéseken már lehetett látni valamit ezekből a begyakorolt dolgokból. Én azt szeretném látni a későbbiekben, hogy ha lassan is, de ebben az egészben, hogy összességében a labdarúgás minden szegmensében tudunk egy picit fejlődni. A Kisvárda február 2-án a Sereghajtó Szombathely otthonában kezdi a tavaszi szezont, amelyben legalább egy helyet előre kell lépnie ahhoz, hogy meghosszabbítsa élvonalbeli tagságát. Nagyon nehéz tavaszra számítok, mert ugye Halit is meg kell vernünk, Diós Győrt is meg kell vernünk, most már nincs mese, és azért kell bravúr pontokat szedegetni, úgy, ahogy azért egyet-kettőt sikerült is, de még egyszer hangsúlyozom, hogy nehéz tavasz lesz. A Kisvárda pénteken Hurhadába utazik, ahol egy első és egy másodosztályú egyiptomi csapattal játszik felkészülési meccset az egyhetes edzőtábor alatt. A hazatérés után még 3 mérkőzésen csiszolhatják formájukat Váriék, a tavaszi rajt előtti főpróbát január 26-án a szlovákiai Nagy Mihályon tartja Dajka László együttese. A hétvégén 11. alkalommal rendezik meg Máté Szalkán a Szizó Sportszer Kupa kispályás labdarúgó tornát. A városi sportcsarnokban 36, köztük 3 határon túli együttes lép majd pályára. December közepe és január vége között számos teremlabdarúgó tornát rendeznek a megye sportcsarnokaiban. A hétvégén Máté Szalkán 11. alkalommal mérkőznek meg a csapatok a Szizó Sportszer Kupáért. Volt, amikor 40-nél is több együttes nevezését fogadták el a szervezők, akik ezúttal igyekeztek limitálni az indulók számát. Az elmúlt években hatalmas érdeklődés övezte a tornát, úgy nézőszám tekintetében, mint a csapatok jelentkezésében. Jelenleg 36 csapatnál tartunk, vagyis hát 36 csapatnál úgymond meghúztuk a vonalat, de még mindig vannak érdeklődők. Tehát ott még mindig vannak érdeklődők a tornára, de valószínűleg megmaradunk a 36-nál. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is lesznek majd a mezőnyben határon túlról érkező csapatok. Romániából rendszeresen vannak csapataink, most is lesz, 2 érkező lesz Szatmárnémetéből, Ukrajnából, Kárpátaljáról is lesz érkezőnk, ez egy új terület a mi részünkre, mert korábban onnan még nem volt csapat. Érdekesség, jegyzem meg a kárpátaljai csapattal, kapcsolatosan olyan információk vannak, hogy több elsőligás játékos lesz futszál, első osztályú játékosunk is, valószínűleg ők nagyon meg fogják emelni a tornának a színvonalát. Hasonlóan a korábbiakhoz több megyéből érkeznek csapatok, Hajdúból nagyon sok csapat, viszont egy picit szomorúan jegyezném, megemlíteném meg, hogy Nyíregyházáról nagyon csekély volt az érdeklődés, nem tudom, hogy ez minek köszönhető, talán annak is, hogy elég erős mezőny szokott összejönni. És most utolsó pillanatban egy úgynevezett nagy ágyú is beesett, akik a kispályás fociból érdekeltek, azok tudják, hogy az Aramis Budapestről az elég nagy névnek számít ebben a szakmában.
A torna összdíjazása 850 000 forint, a győztes csapat 500 000 forinttal gazdagodik. Az első mérkőzés csütörtök délután 3 órakor kezdődik a Máté Szalkai sportcsarnokban, a hármas döntő meccsét pedig a tervek szerint vasárnap délután 6 órától láthatják az érdeklődők. Sikerrel vette az első fordulót Fucsovics Márton Sydneyben az 590 000 dollár összdíjazású kemény pályás tenisztornán. A hetedik helyen kiemelt nyíregyházi játékos a szabadkártyával induló ausztrál Duckworth-t verte 3-6, 6-3, 6-4-re. A világ ranglista 35. helyén álló Fucsovics a legjobb 8 közé jutásért a 38. helyezett ausztrál Millman ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A Nyírvévé közel 600 kilométernyi útszakaszt takarít meg a hótól. Ezeket a feladatokat főleg csúcsidőn kívül végzik, azonban komolyabb havazás esetén csúcsidőben is dolgoznak a belváros útjain. Ezért kérik a városlakók türelmét, valamint azt, hogy nagyobb figyelemmel vezessenek. A társaság 5 nagy vezérgépe, 14 kisgépe és közel 100 szakembere mindent megtesz, hogy a fő- és mellék útvonalak biztonságosak legyenek. Több mint 100%-os kihasználtsággal működnek Nyíregyházán a hajléktalan ellátó intézmények. Ennek ellenére senkit sem fognak visszautasítani a szállókon kapacitás hiány miatt. A hajléktalanokat érintő október 15-i rendelkezés óta folyamatosan növekedett a hajléktalan ellátásban résztvevők száma, de sokan vannak, akik kiestek a szervezetek látóköréből. A lakosság leginkább téli ruhaneműkkel tud segíteni a rászorulókon. Már egy 4-5 ezer forintos síbiztosítással is milliókat lehet spórolni egy külföldi baleset esetén. Csak egy helikopteres mentés Ausztriában például 1,5 millió forint. Ez még csak annyit takar, hogy leszállítanak valakit a hegyről, kórházi kezelés még nincs benne. Egy műtét után pedig akár 4 000 eurós csekket is kaphat a sérült. Ezeket a kiadásokat fedezheti egy jól kiválasztott biztosítás. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 8-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap is sok lesz a felhő, de kissé megenyhül az idő. Szerdán egy magassági hidegörvény helyeződik fölénk, amelynek hatására továbbra is felhős, csapadékos időre számíthatunk. Az éjszaka folyamán borult marad az ég, további havazás várható, de csökken a hóesés intenzitása. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is erősen felhős időre lehet számítani. Havazás, majd napközben átmeneti havas eső egyaránt várható. Mérsékelt marad a légmozgás. Délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban a rövidebb napos periódusok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, de számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb hózáporok lehetnek.